Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Száz Zoltán volnék. A mai videónkban egy örömhírt szeretnénk veletek megosztani, de mielőtt elmondanánk, hogy mi lenne ez az örömhír, engedjétek meg, hogy megköszönjük mindenkinek, aki bármilyen csekély összeggel is hozzájárul az alapítványunk támogatásához, hogy ezt az adományt, ezt a támogatást ti felajánljátok. És nagyon-nagyon sokan odaírjátok, hogy nagyon sajnáljátok, hogy csak ilyen kevés összeget tudtok mellőzni, utalni részünkre, de higgyétek el, hogy nem győzzük elégszer mondani, és tényleg higgyétek el, hogy mi ennek nagyon-nagyon örülünk, mert tényleg azt valljuk, hogy sok kicsi sokra megy. És íme a sok kicsi sokra megynek meg is lett az eredménye, mert az örömhír, amit meg szeretnénk veletek osztani, az az, hogy sikerült megvásárolnunk már az első tabletünket. És úgy érezzük, hogy így folytatjuk, és továbbra is támogatjátok alapítványunkat, akkor ez csak az első a sok közül, és tényleg szívből örülünk neki, bízom, hogy benne, igen. Igen, hogy ez továbbra fog folytatódni, ez a sikertörténet, mondjuk így. Nem csak sikerült megvásárolnunk egy tabletet, hanem már át is adtuk a családnak, pontosabban Gergőnek, aki 6 éves, Csokonyavisontán lakik, talán emlékeztek rá, bizonyára emlékeztek rá. Ha mi jól emlékszünk, ő volt a második család, akit támogatni tudtunk, bár csak egy picinke élelmiszercsomaggal, de a család nagyon-nagyon örült neki, hiszen minden segítségre szükségük van, és mindent nagyon szívesen elfogadnak. Szóval Gergőről van szó, aki 6 éves, ő májdaganattal küzd, be fogok ide linkelni, tehát be fogom mutatni az ő fényképét, amit az édesanyukájától kaptunk, akkor ezt a fényképet mutattuk be nektek, éppen az intenzív osztályon feküdt, éppen műtét után volt, ugyanis a májáról a daganatot el kellett távolítani műtéti úton. Úgy néz ki, hogy minden rendben van, ez sikeresen megtörtént, tehát a műtétnek pozitív a hatása, viszont ettől függetlenül sajnos a kemoterápiás kezeléseken végig kell menni szegény Gergőkének. A körülményekhez képest egyébként Gergő jól viseli, szerencsére az otthonában tudtak minket fogadni, előző este még a kórházban voltak, este érkeztek haza, így másnap el tudtunk hozzájuk menni, és akkor ugye a tabletet sikerült hozzájuk elvinnünk. Ez a tablet, tehát próbáltunk egy olyan tabletet választani, tudjátok, mondtuk, hogy ami pont kézbe illik, aminek elég jó a processzora ahhoz, hogy különböző játékokkal tudjon játszani. Igyekeztünk egy olyan tabletet vásárolni, de ha szabad ezt mondanom, akkor én nézegettem a tableteket, ugyanis tudom, hogy Nilának milyen kedvenc játékai vannak, és hogyha azok elfutnak rajta, akkor bizony az a tablet már elég jónak számít. Ilyen játékokra gondolok, nyilván ehhez internet is kell, mint például a Roblox, a Minecraft, a Stardew Valley, esetleg egy kicsit keményebb játékok, mint például a Free Fire, ugye ez lövöldözős, kicsit talán morbid játék, néha szerette az ilyen játékokat, mindegy, és annak is nagyon örültem, hogy olyan tabletet sikerült találnunk, ami alapból kezeli a különböző videóformátumokat, ilyen például a VM, a MP4, X-Read, DivX, mindegy, ezt most hagyjuk is, tehát a lényeg az, hogy megbirkózik a filmekkel és a mesékkel, azokkal is, amit külsőleg töltünk rá, ez nagyon fontos volt, Nilának is rengeteg meséje volt a tableten, amiket külön töltöttünk le az internetről, és úgy másoltam fel, mert Nilának a legelső tableténél ez problémákat jelentett, ugyanis nem tudtuk lejátszani a meséket, különböző szoftvereket kellett keresnem, külön kellett ezeket feltölteni, hogy akkor megkerüljük a tabletnek a szoftverét, hogy le tudja játszani. Viszont a tablet, ami átadásra került, nem akarlak untatni. Te mutatsz, hát ez a zöldhírünk. Tehát nagyon sok mindent kezel, úgyhogy nem lesz vele probléma, gyors a processzor, a memóriája is elég jó, úgyhogy nagyon örülünk neki, és egy 8-szoros, ebből a típusból sikerült a legnagyobbat megvásárolnunk, egy 8-szoros, pont kézbeillő, lehet fekve, ülve használni, úgyhogy nagyon örülünk neki.
Igen, és ugye ami számunkra így úgymond azért is öröm, mert ugye Nila is ebbe az időszakába kapta meg ugye az első kis tabletét. Igen, 6 éves korában. Igazándiból bocsánat, hogy javítanak. 5 évesen kapta Nila az első tabletét, viszont őszintén szólva nem kötötte le Nilát. Bőven elég volt neki, hogy foglalkoztunk vele, kimentünk az udvarra, játszottunk, festettünk, énekeltünk, és jött a 6 éves kora, a második megbetegedés, amikor nyilván nagyon sok időre kórházba került Nila, és akkor kezdett el igazán érdeklődni a tabletek felől, akkor kezdte el nyomkodni, akkor csináltunk rajta nagyon sok mindent, ugyanis ettől függetlenül rengeteget foglalkoztunk Nilával, viszont Nilának is kellett egy bizonyos, hogy is mondjam, saját időtöltés, saját magánszféra, és ezt ugye ebben a tablet tudott segíteni. Igen, meg hát ugye az utazások, a maga az, hogy a kórházban tartózkodás is, vagy hogyha éppen pont vizsgálatra vártunk, vagy valami, ugye akkor nem mindig volt arra mód és lehetőség, hogy kreatívoskodjunk. Igen. És ugye ilyenkor azért tényleg nagyon jó volt, hogy tettetek fel olyan játékot, választottatok. Ahogy te is mondod, azért le tudta magát kötni, és ki tudott bontakozni. Igen, és egy kicsit ki tudott kapcsolni, igen. Hogy nem, tehát nem maga a várakozás, meg a nem tudom én, mik voltak a kis fejében, hanem tényleg másra tudott egy picit, ugye, összpontosítani. Úgyhogy számunkra tényleg ezért is
nagyon jó dolog, hogy mi is ilyennel tudtunk segíteni. Igen, és első körben Gergőnek az anyukája volt, aki azt mondta, hogy kisfia is elkezdte nyomkodni a telefont, hogy szeretne játszani, de hogy anyukájának nem olyan telefonja, nincs rajta olyan játék, úgyhogy ekkor fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne majd idő után egy tabletet vásárolni, vagy akár többet, ugye most az első van meg, amit ugye nagyon szívesen át tudnánk adni, és egyébként nagyon is jó helyre került az a tablet. Így van. Az öröm, az szintén, ahogy már régebben is mondtuk nektek, ennél a családnál is hatalmas volt, leírhatatlan volt, ahogy ugye kis Gergő... Igen, főleg a kisfiúnak. Igen, ahogy ugye? Kis Gergő meglátta, hogy mit viszünk, megfogta, ugye mindjárt bekapcsolta, és akkor ugye utána mondtuk, hogy majd anyukája, apukája segít neki beállítani a különböző dolgokat. Igen, ugye? Igen, mikor megérkezett hozzánk a tablet, amikor mi átvettük, akkor mi csak annyit csináltunk, hogy óvatosan kibontottuk, megnéztük, hogy megvan-e minden tartozék, töltő, kábel, nem tudom, kiskönyv, leírás, maga ugye a tablet, és csak annyit csináltunk, hogy bekapcsoltuk. Ugye betöltődött a főképernyő, vagy hogy is kell mondanom, kiírtam ugye a tabletnek a márka nevét, egyébként Huawei tabletről van szó, azok ugye nagyon jó kis tabletek, és egyből beadta, hogy nyelvbeállítás és a többit, nem piszkáltunk semmit. Nyilván majd édesanyukáiknak a dolga, hogy akkor úgy állítják be, ahogyan ők szeretnék. Viszont már telefonáltunk nekik másnap. Igen, anyukáját fölhívtuk, aki szintén nagyon örült, mert izgultunk egyébként is, hogy jól működik-e a tablet, hát hogy minden persze, rendben persze. Van, mert ugye mi nem nyomkodtunk. Igen, és elmondta nekünk, hogy nyugodjunk meg mi is, mert azóta, amióta megkapták, beállították a szükséges dolgokat hozzá, igen. Nyelvezetet, vagy én nem tudom én miket mondok. Hát gondolom wifi jelszó, igen. Egyére kell szabni ugye egy telefon. Igen, és mondta, hogy Gergő most is, amikor ugye telefonáltunk, azt mondta, most is éppen pont a kezébe tartja, és azon nézi a kis meséket. Úgyhogy nagyon örülünk neki tényleg, hogy... Úgyhogy nagy kő esett le a szívünkről, úgyhogy akkor mi is megnyugodtunk, hogy minden rendben van a tablettel, és jó választás volt. Igen, és a tablet mellé sikerült még egy kisebb, nagyobb élelmiszercsomagot is átadnunk. Ugye, úgy, ahogy szoktuk is, és már tőlünk megszokhattátok, hogy ilyenkor nem csak a gyerkőcre, vagy csak anyukára gondolunk, hanem az egész családra. És ugye ebbe a csomagba is tudtunk tenni tartós élelmiszert, liszt, cukor, tészta, nem tudom még milyen tartós élelmiszereket ugye anyukának. Rákcsálni való. Igen, és ugye Gergőnek is a rákcsálni valókat, a kekszeket, édességeket, cukrokat, hogy azért ő is magához, tehát hogy ő is találjon ebbe. Igen, légy szíves, jó. Azért ne legyen benne. Jó, akkor jó. És hogy Gergő is találjon benne olyan édességet, amit ő is szeret, és ő azt el tudja majszolni, miközben már nézi a mesét, vagy éppen pont játszik az alapítványunktól, a Nila Daganatos Gyermekekért alapítványtól kapott tablettől. Úgyhogy tényleg, ahogy láttuk, nekünk is az volt bennünk, és most is, ahogy visszagondolunk, hogy Nila is hogy örült neki, és hogy milyen jó volt nekünk is Nila arcán látni azt, hogy amikor ő azt nézi, akkor ki tud kapcsolni, és nem mindig a fájdalomra, a várakozásra gondolt Nilácska sem, hanem tényleg picit játszani tudott, és hogyha különböző érdekes dolgokat talált, abba bevont minket is nagyon sokszor, egyből ugye, anya, apa, gyertek, nézzétek, hogy éppen pont most mi van, vagy mit csináltam. Vagy ha valami nem jött össze, akkor apu, gyere, és hogy csináld. Igen, és tényleg nagyon-nagyon szívből örülünk neki, hogy ezt az örömet most úgymond Gergő arcán is láttuk, és én úgy érzem, hogy az édesanyja arcán is látszódott az a hatalmas öröm, hogy örül annak, hogy az ő kisfiának is örömet tudtunk okozni. Úgyhogy mindenkinek, ismétlen mindenkinek nagyon szépen köszönjük az ehhez való részvételét. Nem csak azoknak, akik a nevüket kiírva vagy
felvállalva támogatnak bennünket, hanem természetesen az anonim támogatóknak is nagyon szépen köszönjük, ugyanis nélkületek ez nem jöhetett volna létre. Igen, és igazándiból csak ismételni tudjuk magunkat, hogy ne hibáztassátok magatokat, hogyha csekély összeg az, amit ti támogatásként fel tudtok ajánlani. Igen, legyen az csupán 5 forint, viszont hogyha rengetegen küldenek 5 forintot, akkor abból tényleg, tehát a sok kicsi sokra is fog menni. Igen, és nyilván ugye a legfontosabb az, amit ugye sajnos ti nem voltatok ott, viszont a fényképen megmutatjuk, és lehet látni Gergő arcán, hogy mennyire örült, sőt, több fényképet is csináltunk, és már egy kicsit csalafinta is volt a fényképeken, igen, bohóckodott. Ugye, tehát annyira jól érezte magát. Igen, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ehhez segítséget nyújtott, hogy ez megvalósulhatott, és engedjétek meg, hogy ezúton fel is kérjünk mindenkit, akinek módjában áll, hogy támogassa a Nyíla Daganatos Gyermekekért Alapítványt bármi módon, bármi csekély módon, mert én úgy érzem, hogy ennek még lesz folytatása. Tehát bízom nem benne, így igen. Van, úgy érezzük, hogy ez nem az első nagy örömszerzési projektünk volt az alapítvány igen. részéről. És ehhez természetesen rátok is szükségünk van, mert nélkületek ez nem menne, nem az működne. Biztos. Az biztos. Igazándiból ez lett volna ez a nagy örömhír, amit mi szerettünk volna veletek megosztani. Így van, ez most egy ilyen picike rövid videó, ugyanis csak erről szerettünk volna beszélni. Mert úgy gondoltuk, hogy ez megér egy külön videót. Igen, igen. Mert nagyon örülünk igen, neki. Igen, igen, nagyon örülünk neki, és úgy érezzük, hogy ezt, mivel ti is ebben szerepet játszottatok, igen. ezért megtiszteltetés az, hogy mi ezt elmondhatjuk, és hogy ti is ebben az örömben részt tudtok venni azáltal, hogy végignézitek ezt a kis videót. Úgyhogy még egyszer szívből köszönjük mindenkinek a támogatását. Nagyon szépen köszönjük. Igen, és várjuk továbbra is a kommentjeiteket, hozzászólásotokat. Ez a videócska ennyi lett volna, reméljük, hogy szívből fogadjátok tőlünk, és lesz még folytatás, biztosak vagyunk benne. Úgyhogy köszönjük szépen, sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Szent Zoltán, ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok, sziasztok! Sziasztok!